A tök és az ököl. Mátyás király idejében érdekelt egy szegény ember. Volt két sovány tehénkéje, azokkal dolgozta a földeskét. Egyszer a szegény ember földjén termett egy hatalmas disznótok. Gyönyörű szépsága ilyen volt, súlya meg volt egymásás. Hát, hogy ennyire különösen nagy tök termett a szegény ember földjén, elhatározta, elviszi ajándékba Mátyás királynak. Mátyás király örült az ajándéknak. Az ajándékozat mindjárt meg is jutalmazta egy magék pénzzel. A szegény ember vett két szép ököt rajta, és boldogan hazavitte. Meglátta a gazdag szomszédja, hogy a szegény ember két szép ököjjel szánt, és a teheneit otthon pihenteti. Mindjárt megkérdezte. Mondja szomszéd, miről vetekend azt a két szép ököt? Hát nem a Csák Mátétól loptam? Felelte a szegény ember, és elbeszélte, miként ajándékozta meg Mátyás királyt a tökkel. Tőle kapta az ökökárát. Hely, ez a szegény szomszéd ezért az egy tökért ekkor ajándékot kapott. Mekkora ajándékot kapok én, ha elviszem neki azt a két szép címeres ökrömet? Egyszer csak bejutott a királyhoz, hogy ő ajándékot hozott, és elhozta a legszebb ökreit. Mátyás király átadott a szitán, de nem mutatta. Megmosálta az ököket, és azt mondta, igen szép állatok, ilyen szépet még nem is láttam. Akkor a király megmutatta a gazdagnak az óriási tököt, és azt kérdezte. Hát ilyen kend látott te, ekkora csuda disznó tököt? Nem, soha nem láttam, veled a gazdag ember. No, ha nem látott, akkor legyen a kendé, mondta Mátyás király, és elbocsátotta a leforrázott kapzsit. Itt a vége. Fuss el véle!